műsor támogatója a Láng TV. Iratkozz fel oda is! Füst ingyenes lehet a kéménysepés, a Fidesz frakció vezetője szerint az előterjesztések nem sokára a parlament elé kerülnek. Nadrágszíj, iskolákat és kórházakat zárhatnak be Portugáliában, hogy a kormány tartani tudja a jövő évre tervezett kiadáscsökkentést. Mérce, harmadfokú árvízvédelem van Szolnoknál a Tiszán, ha a belvízzel elöntött terület azonban csökkent, az Alföldön sok helyen nem lehet koporsóban temetni. Híradónkat látják 17 órakor, köszöntöm Önöket, jó napot kívánok! Ingyenes lehet a kéménseprés a kormány újabb rezsicsökkentő tervei szerint, ezt a Fidesz frakció vezetője erősítette meg. Rogán Antal elfogadhatatlannak nevezte, hogy több településen majdnem a háromszorosára emelkedett a tarifa, ezért gondolkoznak radikálisabb lépéseken. Vagy 10%-nál nagyobb mértékű lesz a csökkentés, vagy ingyenes lesz a kéménseprés. Ehhez a rendszert is át kell alakítani, amely közszolgáltatásként működne tovább. A kéményseprés díjának a változása, az a Fidesz képviselőcsoportjában többeket, így engem is felháborított. Több olyan települést is találtunk az országban, alapvetően kis településeket, ahol radikális mértékben emelkedett meg a díj. Tehát olyan települést is tudok mondani önöknek, ahol a kéményseprés díja 1800 forintról 4500 forintra nőtt meg. Ez elfogadhatatlan. Ebből az következik, hogy itt nem 10%-os mértékű csökkentésben, hanem jelentős változásban gondolkodunk. Az ezzel kapcsolatos részletek kidolgozás előtt állnak, rövidesen a kormány, illetve a Fidesz közös előterjesztéseként a parlament elé fognak kerülni, tehát meg tudom azt erősíteni, jelentősen mérsékelni fogjuk a kéményseprési díjaknak a nagyságrendjét, ha kell, akkor azzal is, hogy átalakítjuk az ezzel kapcsolatos rendszert. Ismét megtámadtak egy fideszes aláírásgyűjtőt, ezúttal Békásmegyeren. A rezsicsökkentés népszerűsítésében résztvevő aktivistát egy demokratikus koalíció kitűzőt viselő férfi lögdöste, majd kiütötte a kezében tartott kamerát, amivel éppen az aláírásgyűjtésről készített felvételt. A támadó elmenekült, miután a többi önkéntes rendőrt hívott. A múlt héten kétszer is bántalmazták a fővárosban a Fidesz aláírásgyűjtőit. A demokratikus koalíció viszont azt állítja, a Fidesz aktivistája az utca túloldalán a baloldaliak élelmiszergyűjtő akcióját akarta lefilmezni. A felvételt annak ellenére nem állította le a férfi, hogy erre a DK aktivistája megkérte, ezért akarta le a kamerát. Hazugságnak nevezte az Európai Néppárt szóvivője, hogy felmerült volna a Fidesz kizárásának lehetősége. Korábban az erdélyi Új Magyar Szóban jelent meg cikk arról, hogy József Daul néppárti elnök egy spanyol képviselővel és Vivian Reding uniós biztossal tárgyalt a kormánypártról. A külföldi támadásokat a Gyurcsánypárt folytatja, a demokratikus koalíció az unióhoz fordul az alaptörvénymódosítás miatt. Az Európai Bizottság elnöke pénteken levélben közölte Orbán Viktorral, hogy kötelezettségszegési eljárást indítanak Magyarország ellen, ha változatlanul hagyják a szerintük uniós jogot sértő negyedik alaptörvénymódosítást. Bár a miniszterelnök válaszában együttműködésről biztosította José Manuel Barrosót, a kolozsvári Új Magyar Szó Vivian Reding egyik munkatársára hivatkozva már a Fidesz Európai Néppártból való kizárásáról írt. Alapállítása szerint az uniós biztos a néppárt frakcióelnökével tárgyalt erről. Az Európai Néppárt szóvivője azonban ezt cáfolta. Közleményük szerint a találkozó Magyarország szóba se került, és elképzelhetőnek tartják, hogy az RMDSZ-hez közeli lap tudósítóját szándékosan tájékoztatták félre az ügyről. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Vivian Reding magánháborút vív Magyarország ellen. Aki ennyire nem tiszteli a másik nemzetet, annak a egyébként alkotmányos európai normákat betartó jogrendjét, és ilyen lenézően beszél bármelyik Európai Uniós, vagy bármelyik államról a világban, annak szerintem semmi keresni valója nincs ebben a mondjuk úgy közösségben, ebben az európai közösségben. A Gyurcsány Ferenc vezette demokratikus koalíció közben bejelentette, az Európai Unió vezető tisztségviselőihez fordulnak az alaptörvénymódosítása miatt. A demokratikus koalíció az elmúlt időszakban is megtette, és a következő időszakban is megteszi, és kezdeményezi azt, hogy felhívja a figyelmet, hogy Magyarországon a jogállamiság helyett egy olyan alaptörvény van érvényben, amely a demokrácia helyett az önkényuralmat jeleníti meg.
A Fidesz közleményben reagált Varjú László kijelentéseire. Azt írták, a politikus nyilatkozata jól mutatja, hogy a baloldal képtelen Magyarország és a magyar emberek oldalára állni. Véleményük szerint a baloldal asszisztál ahhoz, hogy Magyarország ismét egy lejárató kampány célpontja legyen. Fenyegetőzésnek nevezte a közigazgatási és igazságügyi miniszter is az Európai Bizottság elnökének levelét, amelyet tegnap küldött Orbán Viktornak. José Manuel Barroso ebben aggályait fejezte ki a negyedik magyar alaptörvény módosítás miatt. Navracsis Tibor szerint a kifogások között azonban egyetlen konkrétum sem szerepel. Navracsics Tibor szerint se Barroso, se más uniós tisztségviselők nem kifogásolnak konkrét jogszabályokat. A tárca vezető a Velencei Bizottság Magyarországon vizsgálódó delegációjáról is beszélt a Hír TV Péntek 8 című műsorában. Azt mondta, az Európa Tanács alkotmányos ügyeket vizsgáló tanácsadó testülete már korábban kialakította álláspontját az alaptörvénymódosításról. A Velencei Bizottság tagjai nem is csináltak belőle különösebben titkot, hogy ők nem azért jöttek, hogy meggyőződjenek valamiről, mert ők már meg vannak győződve valamiről, eljöttek azért, hogy nem mondhassuk azt, hogy nem voltak itt, de elmondták, hogy valójában nekik már nagyjából kész van a véleményük, ezt maximum csak árnyalni tudja az, amit mi elmondtunk. Vivian Reding véleményét a magyar igazságszolgáltatásról szakmailag értékelhetetlennek és morálisan elfogadhatatlannak tartja. Az uniós biztos a bíróságok függetlenségét kérdőjelezte meg, és ezzel magyarázta, hogy Írország eddig nem adta ki Magyarországnak a 12 évvel ezelőtt két kisgyermeket halálra gázoló Francis Tobint. A magyar tárcavezető szerint az uniós biztosnak a tagállamok közötti együttműködést kellene segítenie. Egy olyan biztos, akinek a feladata az lenne, hogy az igazságügyi együttműködés, a tagállamok közötti igazságügyi együttműködés minél nagyobb biztonságot, jogbiztonságot garantáljon Európa polgárainak, különösen a bűncselekmények áldozatainak egy olyan évben, amely az a polgárok európai éve, és amelynek a fővédnöke éppen maga Vivian Reding, egy ilyen kijelentést tegyen, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon súlyos morális hiba. A miniszter az elszámoltatással összefüggésben kijelentette, komoly hatékonysági problémák vannak a magyar igazságszolgáltatással. Mindenkiben megvan a maximális jó szándék, hogy a meglévő pénzügyi keretek közepette hatékonyabbá tegyük az egész bírósági és egész igazságszolgáltatási intézményrendszert. Navracsics Tibor hozzátette, az eljárások meggyorsítása érdekében helyeztek át tárgyalásokat Budapestről kevésbé terhelt vidéki bíróságokra. Ciprus megkapja a 10 milliárd eurós hitelt, Portugáliának és Írországnak pedig elég lesz 7 év múlva elkezdeni a saját hitelük törlesztését. A többi között ezekről állapodtak meg az eurózóna pénzügyminiszterei Dublinban. Tárgyalásokat kezdenek az adóelkerülés elleni szabályok előkészítéséről is. Egyre több tagállam támogatja, hogy az offshore vagyonra ne vonatkozzon banktitok az uniós országokban. Jó magaviseletért kapott dicséretet az ír és portugál kormány. Menetrendszerűen teljesítik az EU és az IMF által elvárt megszorításokat. Cserébe nem jövőre, csak 2020 után kell elkezdeniük visszafizetni a hitelüket. Jónak tartom ezt a döntést. Az íreknek, portugáloknak így lesz elég idejük gazdasági növekedést teremteni, még mielőtt a hitel visszafizetését megkezdik, mondta az EU pénzügyi biztosa. Az uniós vezetők és az euróval rendelkező országok pénzügyminiszterei arról is megállapodtak, hogy Ciprus megkapja a 10 milliárd eurós hitelt. Ez kevesebb, mint fele annyi, mint amennyire Ciprusnak szüksége van. De az európai politikusok csak a lakossági betéteket akarják megmenteni, az offshore pénzeket nem. Ezért a ciprusi hitellel párhuzamosan egy európai adóelkerülési szabályozás előkészítését is megkezdték. Senki nem tagadhatja, hogy a banktitok intézménye idejét múlt, hiszen már csak az adóelkerüléshez lehet használni, máshoz nem. Nálunk Franciaországban megvan a politikai akarat, hogy változtassunk, mert ez egész Európa érdeke, mondta a francia pénzügyminiszter. A franciák azután álltak a németek mellé az adóelkerülés elleni harcban, hogy a saját költségvetési miniszterükről derült ki, hogy Svájcba mentette a pénzét. A legfontosabb, hogy olyan szabályozásokról állapodjunk meg, amelyek az Európai Bankunió alapját teremtik meg. A bankfelügyelet gyors kiépítése a legfontosabb, helyeselt az EKB egyik vezetője. A becslésük szerint az európai adóhatóságok minden egyes évben 1000 milliárd euró bevételtől esnek el, ami több, mint az EU 7 éves költségvetése.
A megszorításokat az engedmények ellenére folytatnia kell a portugál kormánynak. Iskolákat és kórházakat zárhatnak be, hogy tartani tudják a jövő évre tervezett kiadáscsökkentést. Eredetileg a 14. havi nyugdíjakat törölték volna el, és csökkent volna a munkanélküli segély, de ezt az Alkotmánybíróság megvétózta. Ingyen ételért állnak sorba munkanélküliek Portugáliában. Az ország két éve nemzetközi hitellel kerülte el a csődöt. Azóta 12-16%-ra nőtt az állástalanok aránya. Közben emelkedett az áfa és a személyi jövedelemadó mértéke, és csökkentek a közalkalmazotti bérek. A kormány most újabb megszorító csomagra készül, hogy tartani tudják az EU és az IMF elvárásait. Az eredeti tervek szerint a 14. havi nyugdíjat törölték volna el, és csökkentették volna a munkanélküli segélyeket, ahogy a szomszéd spanyolok. Ezt viszont a portugál alkotmánybíróság törvénytelennek minősítette. Ehelyett most iskola és kórház bezárások jöhetnek. Nagyjából 600 millió eurót takarítunk meg a költségvetés átrendezéséből. Emellett a 2014-re tervezett intézkedéseket is előbbre hozzuk, és olyan területeken észszerűsítjük a kiadásokat, amelyek a legtöbb pénzbe kerülnek. Ilyen a társadalombiztosítási rendszer, az egészségügy és az oktatás. Ezek most fenntarthatatlanul sok pénzt visznek el, közölte a portugál miniszterelnök. A kormány 5 milliárd eurót akar megtakarítani a jövő évi költségvetésből, de azt ők is elismerik, hogy emiatt 2014 előtt biztos nem kezdődik gazdasági fellendülés az országban. Legalább májusig nem lesz kormánya Olaszországnak, a leköszönő államfő szerint. Giorgio Napolitano közölte, az utódja feladata lesz, hogy megoldást találjon a februári választást követő patthelyzetre. Olasz kommentárok szerint ez megismételt választást jelent. Az államfő utódjáról egy hét múlva kezdenek tárgyalni a parlamentben, de még az előző ciklus képviselői. A bölcsek tanácsa se tudja a megoldást az olasz kormány alakításra. A 10 fős testületet, korábbi alkotmánybírákat, jegybanki vezetőket és politikusokat az államfő bízta meg, hogy találjanak közös nevezőt a két nagy pártnak. A februári választáson Pierluigi Bersani bal középpártja az alsóházban szerzett többséget. A szenátusban a jobboldali Silvio Berlusconi jobboldali pártja nyert. A tárgyalások, döntések most már csak a politikusokon múlnak, és az utódom feladata lesz, hogy döntsön arról, hogyan tovább. Giorgio Napolitano utódjáról április 18-án kezd tárgyalni a parlament. Ez még az előző ciklus képviselőit jelenti, hiszen nincs új kormány. Ha megválasztják az új államfőt, az ő feladata lesz, hogy megismételt parlamenti választást írjon ki. Gyorsan megoldást kéne találni, mihamarabb kiírni az új választást, mert látszik, hogy nem fognak tudni megállapodni, mondja egy római férfi. Berlusconi állítólag felajánlotta Bersaninak, hogy hajlandó támogatni a kormányát, a cserébe az ő jelöltje lehet az államfő, de a hírek szerint erről se tudtak megállapodni. Túlfutott a reptéri pályán és a tengerbe zuhant egy utasszállító repülő Balin Indonéziában. 174-en voltak a fedélzeten, mindenki túlélte a balesetet, de többen megsérültek. A Boeing 737-est egy indonéz légitársaság üzemeltette, és a fővárosból érkezett az Üdülő-szigetre. A lengyel szabadság jelképévé vált Katyn, mondta Varga Tamás a katyni vérengzés emléknapján tartott megemlékezésen az Óbuda emlékműnél. 1940-ben a Szovjetunió területén lévő hadifogoly táborokban mintegy 20 ezer raboskodó lengyel tisztet és főtisztet végeztek ki. A gyilkosságok áldozatait Katyn erdeiben tömegsíróban hantolták el. Mindaz, ami 1940-ben Katyinban és azután itt Közép-Európában történt, közös történetünk. Közös, mint minden nemzeté, amely megtapasztalta a létező szocializmus valódi mi voltát. Katyin története minden európai polgár és minden igaz ember története, aki nem hajlandó elfeledni mindazt, amin az Isten nélküli 20. században az emberiség átment. A kábelek után a katalizátorokat lopják Szegeden az úgynevezett platinázók. A magas nemesfény tartalma miatt jó üzlet és célszerszámmal néhány perc alatt képesek leszedni a parkoló autókról. A lopott alkatrészeket 30-40 ezer forintért adják el, de az okozott kár akár milliós is lehet. 15-20 ilyen mozdulattal elvágja a katalizátor egyik oldalánál, majd elvágja a katalizátor másik oldalánál a csövet, leemeli és már megy is vele tovább. Néhány perc alatt el lehet távolítani a katalizátort megfelelő szerszámmal. Általában elég, ha befekszik az autó alá a tolvaj, ha szűk a hely, akkor emelőt is kell használnia. Elvágja itt, elvágja a végén, 10 percet le lehet szedni teljes számokkal.
A katalizátorokat magas nemes fém tartalma miatt lopják. Külön földolgozó iparág alakult ki rá, hogy ezeket a katalizátorokat földarabolják, és a benne található mindenféle nemes fémet, ritka fémet, iridiumot, platinát és egyéb erősen oxidáló fémeket különböző módszerekkel kijuttatják külföldre. A platinázók eddig a dízelmotoros kis teherautókról szedték le a katalizátort, mert azokban több nemes fém van. Az utóbbi időben azonban már a személygépkocsikról is lopnak. Csak ebbe a szegedi autószerelő műhelybe 10-15 autót hoztak be az elmúlt napokban. Ezeket a lopásokat, ezeket ilyen hullámszerűen csinálják, meglepik a várost, megcsinálják a balhét utána, eltűnnek egy időre a rendőrség, próbál valamit tenni, akkor lenyugszanak, majd utána újra egy-két hónap múlva újra föllendül ez a dolog. A lopott katalizátor 30-40 ezer forintot ér, de az autó tulajdonosoknak gépjárműtípustól függően akár másfél milliós kárt is okozhatnak. A rendőrség a nyomozásokra hivatkozva nem nyilatkozott, csak annyit mondtak, több esetet is vizsgálnak. Megvalósulhat a teljes foglalkoztatás Tiszabőn, az ország legszegényebb településén. A falu márciusban időközi választáson megválasztott polgármestere szerint nyára minden segélyezetnek jut közmunka. A minden segélyezetre kiterjedő közmunka program ígéretével nyert választást Szabó Béla, Tiszabő jelenlegi polgármestere. A település szinte teljes lakossága cigány, szakképzett munkaerő lényegében nincs. A falu lakosságából hány embernek kéne munkát adni ahhoz, hogy mindenki dolgozzon? Hány embernek? Ugye 325 ember itt a közmunkában dolgozik, és 400 ember van, aki segélyeztetett. Akkor, hogyha kiszámoljuk, akkor egy pár ember difi van, és bízok benne, hogy az a pár ember is tud majd dolgozni, itt május-július fele itt szinte mindenki dolgozhat. A márciusi időközi választást azért írták ki, mert a képviselőtestület januárban feloszlatta magát. A teljes korábbi vezetés érintett egy 100 milliós nagyságrendű szocpol csalásban, amelynek csaknem 60 helybéli gyanúsítottja, illetve vádlottja van. A bűnügy megosztja a falut. A feszültségek az új polgármester hivatalba lépése után is megmaradtak. Olyan, mint hogy a rasszizmus lenne. Egymást pusztasítsák az emberek. A falu két fele van szakadva. Hát pedig cigány mindenki, milyen rasszizmus? Értem én, de olyan, mint hogy a rasszizmus van. Olyan, igen. Már most nem csak az, hogy a magyar ellen, hanem most már a cigány ellen. A polgármesternek egyetlen embere sincs a képviselőtestületben, de az ígéretek szerint összefogással próbálnak megsegíteni a falu kilátástalannak tűnő anyagi helyzetén. Tiszabő gazdálkodását jelenleg csődbiztos felügyeli. A trafik nyitásához szükséges pályázat rövid határidejére és a bonyolult jogi szabályozásra panaszkodtak a dohánykiskereskedők a Tatár rendezett szakmai napon. A magas követelmények ellenére a kiskereskedők bíznak abban, hogy sikeres pályázat esetén hosszú távon tudják majd működtetni dohányboltjaikat. A megváltozott trafiktörvény miatt a szokásosnál nagyobb érdeklődés mellett kezdődött a dohánykereskedők szakmai napja Tatán. Július 1-től csak az a cég árulhat dohányterméket, amely a nyilvános koncesziós pályázaton nyert jogosultságot. Jól alakult a pályázati eljárás. A dohánykereskedelmi non-profit ZRT a törvények mentén és saját maga eljárásában is betartotta a törvényi határidőket. Ennek is köszönhető, hogy 80%-on felüli százalék mondható, hogy az országban kiírt koncessziós helyekre a pályázatokat benyújtották. A kiskereskedők a rövid határidőkre és a bonyolult jogszabályi háttérre panaszkodnak. Van olyan szigorúak a megkötések, tehát gondolok itt ugye az üzleteknek a kialakítására, gondolok a berendezésére, ugye a megjelenésükre. De én úgy gondolom, hogy ha a április 22-én, 23-án meg lesz az eredményhirdetés, akkor ez a bő két és fél hónap azért én szerintem elegendőnek kell, hogy legyen. Annak, aki vállalta, hogy július 1-én kinyit. A nagykereskedők szerint a dohányáruk forgalmazása csak hosszú távon térülhet meg. Különböző termékekkel még rendelkezünk, ami esetnek kell majd a trafiknak, és elején számítunk egy kicsit forgalom visszaesésre, de hosszú távon úgy gondolunk, hogy nekünk pozitív lesz, és erre több terméket tudjunk, egy nagyobb volumenet tudjunk vinni a trafikokba. A legnagyobb problémát továbbra is az jelenti, hogy a kisebb településeken az állami támogatás ellenére is kevesen vállalkoznak a trafikok üzemeltetésére.
Elrendelték a harmadfokú árvízvédelmi készültséget a Tiszán kiskörétől Csongrádig, ha a folyó megemelte az Agyva vízszintjét is. A legmagasabb fokozat van érvényben még a Hortobágy-Berettyón és a Hármas Körösön Mezőtúrtól Csongrádig, de a két folyó találkozásánál telepített szivattyúkat már leállították. A melegedés és a szél hatására egy nap alatt 1800 hektárra csökkent a Közép-Tisza vidékén a belvízzel elöntött területek nagysága. Jelenleg az igazgatóság 645 km szakaszából közel 500 km-es harmadfokú árvízvédelmi készültség van. Ez látható Kiskörétől teljesen Csongrádig, illetve a Hármaskörös és a Hortai-Berettyó szakaszán, illetve Szolnokon és Újszász közötti Zagyva szakaszunk van harmadfokú készültségben. Szombat reggel rendelték el a harmadfokú árvízvédelmi készültséget a Tiszán. A vízállás Szolnoknál elérte a 800 cm-t. Megemelték a figyelőszolgálat létszámát, és a katasztrófavédelem is felkészült a készletek biztosítására. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság jelenleg normál békeidőszaknak megfelelően működik, az operatív törzs elrendelését még nem tettem meg, amennyiben az árvízi helyzet úgy alakul, akkor az operatív törzs azonnal készenlétbe lép. A szolnoki önkormányzat a vízügyi igazgatósággal egy időben rendelte el védvonalain a harmadfokú árvízvédelmi készültséget. Tószegen már napok óta mentik az őzeket a Tisza vízszintjének emelkedése miatt. A vízoszlop magasságának függvényében ez a élettér az őzeknek ugye eltűnik, és ilyenkor nem tudják igazából, hogy merre is menjenek. Veszélybe került a Vezsenyi ártér is. A nyárigát engedélyben meghatározott magassága 750 cm, a gazdák további 1 métert építhettek rá. Hát átlépi akkor egyszerű szóval nagyon sok millió fog úszni, mert a gazdáknak ott 800 hektár területük van, a vezsenyi gazdáknak, aminek szerintem 80%-a most be van vetve. A többi pedig elő van készítve a vetésre, ami azt jelenti, hogy nagyon nagy kár érje a gazdákat. Az olvadás következtében a Tisza tetőzése napok helyett akár egy hétre is elhúzódhat. Azonban az újabb bárhullám várhatóan nem emeli tovább a tetőző 870 cm körüli vízállást. Számos délalföldi temetőben nem lehet koporsós temetést végezni a magas talajvíz és a belvíz miatt. A szegedi belvárosi temetőben a hozzátartozóknak a szertartásokat megtartják ugyan, de a temetést később szűk családi körben végzik el. Folyamatos méréseket végzünk, és vannak olyan részek, ahol folyamatosan tudunk temetni. Harmadik hete nem lehet temetni a szegedi belvárosi temető nagy részén. A sírkertben lévő kutakban naponta ellenőrzik a vízszintet. Van olyan terület, ahol 130 cm-es a talajvíz. Volt példa rá természetesen, hogy oda, ahol temetni szerettek volna, ott vizes volt, volt olyan helyünk, ahol nem, és akkor azt mondta a család, hogy jó, vesznek új sírhelyet, és akkor oda temettünk. Elképzelhető, hogy csak májusban lehet koporsós temetést tartani, addig bértárolást, szarkofágos temetkezést vagy hamvasztást ajánlanak a hozzátartozóknak. Gyászolók eljönnek, tehát maga a szertartás lebonyolódik, és utána mi szarkofágba, illetve megfelelő tárolókriptába behelyezzük a testet, és amikor a természet erői engedik, akkor szűk családi körbe szoktuk végső nyughelyére tenni az elhunytat. Zagyvarékason egy régi ártéri temetőt veszélyeztet az áradó zagyva. Vannak még hozzátartozók, akik ide kijárnak, és hát ezt időnként, amikor a Tisza vízállása magas, a zagyvát is visszadúzasztja, ezt a területet elönti a víz, és hát nehéz a megközelíthetősége. Ebből fakadóan ugye ezt kifejezetten a temetőt nem tudjuk védeni, de ez általában akkor következik be, ha nagyon magas a vízállás a folyón. A fertőzés és a járványveszély miatt nem engedik ilyenkor a koporsós temetést, mert a sekélyfúrású kerti kutak vagy az útmenti belvízzel vezető árkok vize veszélyessé válhat. Gázrobbanás történt hajnalban a Csongrád megyei Sándorfalván, egy régi építésű vályokház omlott össze, a tűzoltók a romok alatt megtalálták a ház tulajdonosát. A mentők a férfit kórházba szállították, egyelőre nem tudni, hogy milyen súlyos sérülései vannak. Hamarosan V1 fogja fémjelezni a hungarikumokat annak érdekében, hogy ezeknek az alkotásoknak teljes körű védelmet lehessen nyújtani, mondta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az országházban tartott hungarikum napon. Az országgyűlés tavaly áprilisban ellenszavazat nélkül fogadta el a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényt.
a Kossuth Díjas Muzsikás Együttes előadása az Országgyűlés Főrendi Házi termében. A Hungarikumok és Nemzeti Értékek konferenciáján az UNESCO magyar szellemi kulturális örökségei mutatkoztak be a parlamentben. A magyar táncház módszer például 2011-ben, a mohácsi busójárás pedig 2009-ben került fel a listára. Egy ilyen matyó motívumokkal díszített bútor hónapokig készül, de ezt a szív alakú ajtókopogtatót is több órán át festették. Általában az Isten hozott felirat, vagy pedig a református területeken a béke az érkezőnek, áldás a távozónak felirat kerül rá, és különböző színben. Hát ez a jellegzetes matyó szín, ugye mi nálunk az a úgynevezett habospiros szín. Az ősi vadászati mód, a solymászat tavaly óta a világörökség része. Magyarországon mindössze 120-an űzik ezt a mesterséget. Egyre több fiatal érdeklődik, mert természetes vadászati mód, és így kicsit közelebb áll a mai szemlélethez. Minden évben az egyesületünkben több jelentkező is van, de a feltételek elég nehezek, így aztán nagy a lemorzsolódás, de fiatalodik az egyesület. A rendezvényen mutatkozott be a közel egy éve működő Hungarikum Bizottság is. A testület elnöke, a vidékfejlesztési miniszter közölte, a kormány a napokban döntött az elfeledett értékek leltározásáról. Lehetővé válik jogi keretek között a helyi, megyei és országos értéktár fölállítása, amelybe összetudjuk gyűjteni értékeinket, és ennek alapján tudja a Hungarikum Bizottság hungarikummá nyilvánítani, kiemelni ezeket a nemzeti büszkeségünket képező értékeket. Az eredményes gyűjtőmunka érdekében vidéki városokban is megrendezik majd a Hungarikum konferenciát. Sport, Lewis Hamilton vághat neki az érről a Formula 1-es kínai nagydíjnak. A mai időmérőn a Mercedes brit pilótája Kimi Räikkönent és Fernando Alonsót megelőzve érte a legjobb időt. A WB címvédő és az idei pontversenyben is élen álló Sebastian Vettel csak a 9. pozícióban rajtolhat holnap. Végül fontosabb híreinkről még egyszer egy-egy mondatban. Ingyenes lehet a kéményseprés, a Fidesz frakció vezetője szerint az előterjesztések nem sokára a parlament elé kerülnek. Iskolákat és kórházakat zárhatnak be Portugáliában, hogy a kormány tartani tudja a jövő évre tervezett kiadáscsökkentést. És harmadfokú árvízvédelem van Szolnoknál a Tiszán, ha a belvízzel elöntött terület azonban csökkent, az Alföldön sok helyen nem lehet koporsóban temetni. Híreinket megtalálják honlapunkon a hírtv.hu címen, mobil alkalmazásunk pedig elérhető iOS-en és Androidon. Hírekkel legközelebb 18 órakor várjuk Önöket, viszontlátásra!